Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke érkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy közösség elleni izgatás miatt beperlik az Index nevű hírportált. Mi alapján? Volt a Puskás Aréna megnyitó mérkőzése előtt egy dal, az ismerős arcok jól, valóban jól ismert daláról van szó, a Nélkület című dalról, ami a magyar nemzet a trianoni gúnyhatárok ellenére való együvé tartozásáról szól, amit ott több tízezer ember, 60 vagy akár 70 ezer magyar ember közösen énekelt. Ugye fontos, hogy ráadásul ez a most már hagyomány, ez Dunaszerdahelyről, a Dunaszerdahelyi stadionból, tehát Felvidékről indult el, és ennek fontos üzenete van, a nemzet összetartásáról szól. Ugye a refrén az, hogy egy vérből valók vagyunk. Így van, és úgy tűnik, hogy ez megint előhívta azokat az idegen szívű publicistákat a balliberális oldalon, akik egyszerűen már ugye a 90-es években, vagy akár a 80-as években is minden egyes olyan pillanatban, amikor a magyar nemzet egy picit megpróbált összekapaszkodni, akkor úgy érezte és úgy érzi, hogy bele kell rúgnia a magyarságba. De született egy publicisztika, ahol az újságíró büszkén vallja be azt, hogy ülve maradt a több tízezer magyar honfitársa között, és hogy milyen borzalmas bugyuta dalnak tartja ezt a híres dalt. Ez önmagában még azt gondolom, hogy lehet véleményszabadság, de az, ami ezt követte, az a videó, amely videóban a határon túli Trianonban elszakított magyar nemzettársainkat azokkal a migránsokkal azonosították, és azokra a migránsokra cserélték ki, egy koncertfelvételből van egyébként ez összevágva, akik tudatosan törvénysértve törtek be 2014-15-16 tájéken Magyarországra, az viszont már egyértelműen gyűlöletkeltés, hiszen tulajdonképpen bűnelkövetőkkel azonosítja a határon túli elszakított magyar nemzettársainkat, és ez viszont már kimeríti a büntető törvénykönyvben szereplő közösség elleni uszítás fogalmát. Ugye az úgy szól, hogy aki a magyar nemzet ellen uszít, gyűlöletet kelt, vagy éppen erőszakra buzdít, azt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni. De azt gondolom, hogy itt a gyűlöletkeltés egyértelműen megvalósult, és ráadásul ami különösen szomorú ebben a történetben, hogy egy ilyen, mint valami hívó szóra egyfajta falkaként vetették magukat a magyarságra ezek a publicisták, hiszen nem állt meg egy-két ilyen írásnál vagy videónál. Ez a dolog született egy karikatúra, ahol egy vértócsában a sürgősségi osztályon ül két sérült magyar ember, és azt éneklik, hogy egy vérből valók vagyunk. Tehát ez a folyamatos gúnyolódás, aminek valami oknál fogva itt a balliberális propaganda gépezet véleményvezéreinél mindig a magyarság, mindig a trianoni tragédia a célpontja. Még véletlenül sem választanak más népek tragédiáit, nem mint hogyha természetesen az jobb lenne, vagy mondjuk nem a holokauszton viccelődnek, mindig valamiért a trianoni tragédiát PC-zik ki ezek a muszáj azt mondanom 90-es évek szóhasználatát használva, hogy idegen szívű újságírók, de arra azért jó volt ez a helyzet, hogy megint megmutatták, hogy amikor a szakmaiság, vagy a tárgyilagosság, vagy éppen a korrupció ellenes harc álcája mögé bújnak, akkor a balliberális politikusok, propagandisták valójában egy magyar ellenességet lepleznek ezzel, és ezért mondjuk mi azt, hogy kell egy harmadik út, és a Fidesz kormányt nem egy balliberális kormányra, hanem reményeim szerint egy Mi Hazánk mozgalom féle kormányra lehetne csak lecserélni, ugyanis... Hogyan áll olyan erőben már ez a mozgalom? Nézd, én azt gondolom, hogy politika történeti kuriózum, hogy alig egy évvel a bejegyzésünk, a hivatalos megalakulásunkat követően most az önkormányzati választásokon láthatóan 5% körüli eredményt értünk el az országban. Egyébként a saját megyémben, Csongrád megyében 9,1%-ot kaptunk, frakciót alakítottunk a megyei közgyűlésben. Ezt állami támogatás nélkül, oligarchák nélkül nagyon-nagyon kevesen tudták elérni. Én nem nagyon emlékszem egyébként Pátra, amely egy évvel később már 5%-on állt. Tehát én azt gondolom, hogy el fogunk oda jutni, nyilván nem egy év alatt, de a következő években kőkemény munkával a főállásunk, én is ugye főállású polgármester vagyok, a főállásunk mellett küzdve, harcolva a hazánkért, el fogjuk tudni majd érni akár azt is, hogy kormányzásra képes erővé válunk, de nagyon fontos azt látni, hogy most az önkormányzati választásokat követően az a balliberális tábor, akivel állítólag nekünk össze
kellene fognunk a Fidesz kormány leváltása érdekében, az még a Fidesz vezetőjénél is mohóban esett neki a közpénznek. Láthatjuk Budapesten Karácsony Gergelyék annyi alpolgármesteri posztot hoznak létre, amire szintén korábban nem nagyon volt példa. Elkezdődött egy elképesztő osztogatás az országban. Az osztogatást általában fosztogatást szokta követni, és látjuk azt, hogy mind a mellett, hogy ők is a közpénz pazarlásához, herdálásához fogtak, a közben egészen elképesztő, mondhatnám azt, hogy debil ötletekkel állnak elő. Egyik nap azt mondják, hogy a dízelautókat tiltják ki Budapestről, másik nap azt mondják, hogy a rakpartról kell kitiltani az autósokat, aztán a következő napon ezt mindig cáfolják, ugye most éppen a dugódíj van terítéken, tehát látszik az, hogy egyszerűen kormányzásra, vezetésre képtelen erőről beszélünk, amelynek ráadásul a véleményvezérei, mint ez az eset nagyon jól mutatja, egyszerűen gyűlölik a magyarságot. Mit szól ahhoz, hogy a Jobbik frakcióvezetője tegnap az országgyűlésben tüntetőleg beült a miniszterelnök, a hivatalban lévő miniszterelnök székébe. Ez milyen típusú gondolkodás, illetve mit jelképez? Talán ismeri a Jobbik környéki gondolkodást, ez mennyire azonos azzal, vagy új jelenség? Mi hazánk parlamenti képviselői nagyon határozottan képviselik mindig a magyar nemzet érdekeit. Számunkra, és ezzel láthatóan egyedülállóak vagyunk, a pártérdek az másodlagos, az első mindig a haza ügye, mint ahogy ebben az esetben, ahol fejlentést tettem a balliberális publicisták ellen, itt sem pártérdek vezérelt, mint ahogy örülni kellene az olyan pillanatoknak, mint mondjuk a Puskás stadion átadója, ahol 70 ezer, 60 ezer magyar ember közösen a saját nemzeti identitását, büszkeségét megélve énekel egy ilyen dalt, akkor ennek örülni kell, hiszen mindannyian magyarok vagyunk, ez a mi hazánk, ez a közös ügyünk, ez nem pártpolitikai kérdés. Aki ebből pártpolitikai kérdést csinál, annak nem a nemzet, nem a haza sorsa fontos, hanem a saját önös érdeke. Amit Jakab Péter csinált, hát az elég jól mutatja, hogy ő saját maga miatt van az országházban, nem a hazáján, nem a népén szeretne segíteni, amikor a népre hivatkozik. Egyébként én azt mondtam, ugye most a nemzeti hadsereg bevonulásának a 100. évfordulójára emlékeztünk egy felvonulással a hétvégén, és én ott úgy fogalmaztam, hogy Jakab Péter a modern Kumbéla szerepére tör, míg Gyurcsány Ferenc Károlyi Mihály hazaáruló politikust próbálja utánozni. Tehát ezért mondom azt, hogy kell egy harmadik út, a Fidesz kormányt nem ilyen hazaárulókra, nem magyar gyűlölőkre kell lecserélni, mert az még rosszabb lesz a hazának. Ezért akarjuk a harmadik utat, egy harmadik opciót kínálni a magyar választópolgároknak. Köszönöm szépen Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét hallották az elmúlt percekben.